Alig egy hónapja még ezt lehetett látni Nyíregyházán, az Aquarius Park fürdő medencéinél. Ott maradt falevelek, elborított rajtkövek, és a kilépők sem voltak még a helyükre téve. Kedden viszont már megtisztított, felújított és vízzel feltöltött medencék színesítették a látképet. Az elmúlt két évben a Covid alatt a nagyobb felújítási munkálatokat elvégezték a szakemberek, de a 2022-es parkfürdő szezonnyitás előtt is akadtak teendők. A normál felkészülés, ami nyilván a medencéknek a fugázása, a burkolatcseréket jelentette, ez minden évben, évről évre visszatérő feladatunk. Az idei évben a zöld felületekkel kellett többet foglalkoznunk, öregszik a faállományunk, mi sok fát ültetünk a parkfürdő területén is, és nyilván viszont kivágni is kell néha. Hála Istennek most tényleg egy pár fa volt olyan állapotban, amely veszélyt jelentetett volna, mindegyiket szározalással, gajazással meg tudtuk ónő, át tudjuk. Tehát megfelelő kezeléssel azt gondolom, hogy több évig is még itt a területen maradhatnak. Ezek voltak a legfontosabbak, meg a termákutakkal kellett, előregedett a termákút állományunk, nyilván a gépészeti berendezések is, itt a csővezetékre is gondolok, a termelőcsövek cseréjét kellett végrehajtanunk, az egy nagyobb hangvételű munkálat volt most itt a tavasszal. A 2020-as év mélypont volt a külföldi vendégszám tekintetében. Most az látszik, hogy bár lassan, de kezd normalizálódni a létszám mind a fürdőlátogatóknál, mind a szállodafoglalásnál. Viszont a belföldi vendégszámunk hála Istennek szépen alakul, úgyhogy 1-5 hónapban elégedettek vagyunk. A 2019-es számokat hozzuk. Nyilvánvalóan a strand szempontjából a június-július-augusztusi vendégszám a döntő. A téli hónapok azok ilyen értelemben nem a fő szezonunk. Nyilván aznak köszönhető, hogy most már van egy 123 szobás szállodával össze van nyitva a fürdő. Ez nyilvánvalóan egy megnövekedett vendégforgalmat eredményez. Úgyhogy én bizakodó vagyok, majd meglátjuk június végén, mert hát amellett még, hogy a külföldiek mennyire térnek vissza, meg a jóisten kezében vagyunk, hogy milyen lesz az időjárás. Most hétvégére például kifejezetten nyárias 30-32 fok körüli hőmérsékletet mutatnak az előrejelzések. A nyitó hétvégén ráadásul a 10 év alattiak ingyen vehetnek részt, sőt lesz aqua fitness és aqua zumba, a masszőrök pedig bemutatókat tartanak majd. Június és július kifejezetten sportos lesz, két strandkézilabda torna és strandfoci bajnokság is lesz, augusztusban pedig érkezik a sörfesztivál. Vasárnaponként a gyerekeket bábszínházi előadás, június közepétől szerdán és pénteken éjszakai fürdőzés várja a felnőtteket.